Köszöntöm a kedves nézőket! Én Krisztián vagyok, és ebben a videómban jön az Outlast következő epizódja, ez immár a 10. részünk, és egyben talán ezzel a résszel véget is vethetünk ennek a játéknak, mert talán már csak egy bő fél óránk van hátra, és végeztünk is ezzel a sorozatunkkal. Na de ne siessünk annyira előre, mert az a fél óra eléggé sok ebben a játékban. Tehát akkor vágjunk is bele ebbe a mai epizódunkban. Ugye srácok, eléggé rossz volt már a fülesem, ahogy látható el is volt törve, ezért kénytelen voltam beszerezni egy újat. A leírásban megtaláljátok a nevét, ha akarjátok nézzetek utána. Igazándiból unboxingot nem akartam róla csinálni. És akkor ugye itt hagytuk abba a WC-ben. De golyó fejem van ebben a fülesben, te Jézus Isten! Na hát akkor üldöztek minket, hogyha jól emlékszem. És itt akkor óvatosan ki kéne mennem, és el kéne menekülnöm előle? Jól áll? De szép gyerek vagy. Na hát akkor menjünk! Ajajajajajajajaj! Aha. Aha. Itt kéne kimennünk, itt kéne... Öt elemünk van! Te jó ég! Kukucs! Hello! Te itt mi van? Ajaj. Aha! Aha, oda kell felfutnunk! Valószínű oda kell felmennünk! Oh, Jézus Isten, mik ezek a hangok! Hova fel is mászunk, és már fenn is vagyunk! Jó, nem tudom, hova tűnt az a nagyon nagy szörny, aki az előző részben üldözött minket, de nem is baj, hogy nincs itt. Ha most ide leugrok... Leugrott magától, oké. te jó ég, mi lesz itt? Nagyon ismerős ez a konyha, minthogyha már itt lettünk volna egyszer vagy kétszer. Nyissuk ki. Esküszöm, már voltunk erre felé. Ezt fogadjunk, hogy zárva lesz. Az életemet rámerném tenni, és igen, zárva is van, ahogy látom. Lehet, hogy liftezni fogunk? Aha, egészen biztos vagyok benne, hogy liftezni fogunk. Már nyomjuk is meg, elfordítottuk a kulcsot. Ó, és milyen biztonságban vagyunk, te jó ég! Ne, ne lefelé menjünk, légy szíves! Megyünk lefelé, megyünk teljesen lefelé, hogyha jól látom. Aha, aha. És nekünk itt mi dolgunk van? Nem, nem, nem. Megyünk lejjebb! Nagyon félek. Egy nagyon picikét laggol olykor-olykor a játék. Nem tudom, hogy miért, de ugye már megszokhattátok. Elég hangos ez a zene, főleg ebben az új fülhallgatóban. Még egy picit kényelmetlen, vagy hát nem is tudom igazándiból. Nem olyan rossz. Lejjebb vettük a játék hangerejét egy nagyon minimálisan. Na és akkor srácok! Az igen, az a lift egy picit nagyon gyorsan elment, lehet, hogy valaki jön majd mögöttünk. Szerintem nem is kell ide a kamera. Na és ez milyen hely? Ez egy olyan hely, hogy 0 FPS-em lett. De ez most komolyan, ez itt micsoda? Olyan, mintha jégből lenne az egész. Ajaj. Aha, nem itt voltak a katonák az elején, a játék elején, és lelőtték őket? Vagy az a főbejáraton volt? Atya úristen! Hát itt elég rendesen ki lettek írtva az emberek. Te jó ég! Az picit ketté szakadt. Azok a belek, te úristen. 18-as karika? Az mi? Atya úristen. Figyeld, én meg benne kuszok a vérbe. De sok eszem van, Krisztiánka. Hát itt valaki szétlocsant. Arra kell befelé mennem. Aha, erre megyünk befelé. És sötét van, és nagyon sötét van! Ajaj. Öt elemünk van. Elég lesz az öt elem? Hát gondolom, hogy elég lesz, mert itt meg most megint annyira szép világos van, hogy itt nem is kell paráznunk. Itt nyugodtan futhatunk előre felé. Mondom nyugodtan, erre ajtó nincsen. Erre megyünk tovább. Becsukom magam mögött az ajtót, nehogy valaki jöjjön. Úristen! Ez itt mi a tököm? Atya úristen, mi ez a bonzterem? Jézus Isten! Az igen. Hát itt elég rendesen szétlettek darabolva az emberek. És az ott miért locsant szét? Az igen. Figyeld! Fejek, lábak, ezeket lehet, hogy kameráznom kéne igazándiból. Egy újabb dokumentum. Kávé. Oké.
Azt hiszem egyre közelebb vagyunk a játék végéhez. Egyre közelebb vagyunk. Becsukom, becsukom a biztonság kedvéért. Aztán majd visszafelé meg menekülhetünk, gondolom. Szellőzött nézzünk, hát ha majd valahol menekülnünk kéne. Aha, ez gondolom 100%, hogy menekülnünk-e. Ezek olyan akadályok. Egy kamera. Oh, ott tudunk kimenni? Ajajaj, és mennyire süt a nap, te jó ég. Erre tudunk menni? Aha, ne, de nem tudom, hogy erre elmenjünk egyáltalán? Aha, nem tudom, menjünk előre? Nem, elmegyünk előre, megnézzük, hogy mi van erre felé. Lehet, hogy nem kellett volna, mert ahogy hallom, változott a zene. Hát ez nem hiszem el. Hát itt mindenki ketté szakadt. Itt mindenki ketté szakadt, és arra is el lehet menne menni. Na ne szivas, bemenjünk arra a sötétségbe? Bemegyünk arra a sötétségbe. Az mi? Villog. Egy szellem! Egy szellem! És kamerát lehet látni csak! Futás, Krisztiánka, futás! Ajajajajajajajajaj! Jön mögöttem! Nem, be kell kapcsolnom a kamerát! Mászát! Nézz átra! Nem látom! Te úristen, menekülj, Krisztiánka, menekülj! Nem jó, nincs ott! Jaj! Baszki! Ne! Nagyon nem jó! És a szellem megmentette, jó ég! Azt a kurva életbe! Atya úristen! Hát mi van itt? Te Jézus úristen! Atya úristen, hát mi volt itt? Te jó ég! Lehet, hogy a szellem velem van? Na ne szivass már! És én még menekültem a hülye fejemmel? Hát nem tudom, de inkább folytatjuk erre tovább az utunkat. Megnézzük, hogy el tudunk-e menni arra jobbra. Nem, szerintem nem fogunk tudni, mert pirosan villogja. Hát akkor arra mennünk el visszafelé. Az igen, hát ez mi a tökön volt? Erre nincsen semmi változás, nem? A fej még továbbra is ott van. Jézus Isten! Valamit hallok. Valaki bement ide. Hello? Aha, jó, becsukódott mögöttem. Hát itt elég rendesen ki lettek írtva az emberek. Ó! Oh, jó napot! Csókolom! Az a bácsi lehet a főgonosz? Szerintem igen. És eléggé biztonságos helyen van, ha jól látom. Ez aztán vér, bazd meg. Az a fegyver mennyire jó lenne. Nem, szerintem el van hajlítva. Jó napot. Megy fel YouTube-ra. Ajaj. Kicsit be vagyok parázva amúgy ettől az öreg bácsitól. Szerintem ez irányíthatja a szellemeket igazándiból, meg azokat a nagyobb szörnyeket. Ezek a katonák nem nagyon tudták átlőni ezt a golyóálló üveget. Utolsó rész? Vagy nem? Az ott mi az a kép háttér? Egy ember, és az mi rajta? Egy holló. Nem, szerintem nem holló. Nincs felirat a játékon. Bocsi, nem tudom, hogy mennyit értettetek belőle, de gondolom többet, mint én. Hogy tolongál előre-hátra azzal a székkel? Nem tudom, hogy erre készen állok. Arra sehol senki. Ne. Szellemek. Aha, az ott becsúgódott az öreg ember mögött. És itt a következő ilyen ajtó, ahol be tudunk menni. Ajaj. Egy WC, ahol valószínűleg el fogunk tudni bújni. Ajaj, benézzünk az összesbe. Ezek a vértócsák, baszki. Annak meg hol a katyája? Kéz? És az utolsó? Sehol semmi. Ez az.
Ne. Nyugi. Erre még nem voltunk, igaz? Emlékeznék rá, hogyha erre lettünk volna már. Benézzünk ide is, hát ha találunk valamit. Ó, a középcsőben mi van? Mi van a középső budiba? Te jó ég! Jól van. Bemegyünk ide, megnézzük, hogy találunk-e valamit. Aha, ez lehetett a büfé. Egyszer. Egy szép napon. Hát ennyi vért mostanában nem tudom, hogy milyen játékban láttam, de szerintem egybe se. Hát ez kegyetlen. Kegyetlenül sok ez a sok vér. Amondó vagyok, hogy erre kéne tovább mennünk. Ajaj. Ajaj. Baszd meg, itt van mögöttem. Jaj. Nem jó, jön mögöttem. Csukd be az ajtót, csukd be. Ez szellem, ez át tud rajta repülni, nem? De. És átjött a küszöb alatt. Nem jó. Menekülj, nyisd az ajtót, csukd az ajtót. Nagyon jó, és akkor futunk abba az irányba. Nem, most nem jön, úgy fes, hogy van elég előnyünk. Nagyon úgy fes, hogy van elég előnyünk. Ez kinyílik vajon? Ez nem nyílik ki. Ez nagyon nem nyílik ki. Jaj, most mi legyen? Jobbra vagy balra? Nem, arra WC. Ezt csukjuk be, csukd be. És itt fel a szellőzőbe. Már meg is van a szellőző rendszer. Nagyon jó. Nem jó, aha, itt csak visszajöttünk erre. És hol a szellem barátunk? Eléggé szar helyen vagyok, azt kell, hogy mondjam. Lehet, hogy kéne nekünk egy kulcs most ide balra az ajtóhoz. Sőt, nagyon valószínű. Lehet, hogy a WC felé kéne visszamennem? Lehet, hogy ott lesz valami? Hú. Megjött a szellem? Nem? Nem, erre megyünk tovább. Ott jön a. Azaz, ott van hátul. Mi volt ez? Mi volt ez? Bazd meg, mi ez a hang? Ajaj. Hol tudunk átmenni? Masszát, menj fel a lépcsőn, nagyon gyorsan, Krisztiánka. Valahol itt üldöz valaki. 100%, hát mi ez a zene, te jó ég? Nem jó, nem látok senkit. Senkit se látok. Most mi elő menekülök úgy őszintén? Engedj, nem jó. Jó. Biztonságban vagyunk, erre kell tovább mennünk elméletileg, és nagyon gyorsan cserélünk egy elemet. Aha. Megnézzük, hogy erre mi merre. Aha, arra hál' Istennek nem tudok elmenni. Akkor erre kell tovább mennem, a vér irányába, hát ez egyértelmű, miért is ne? Aha. Az a dossziét elkérhetném, nagyon szépen köszönöm. Aha, jól van. Persze, kitárom mind a két felét. Én be akartam csukni, nem kitárni. Aha, ez a kamera lát. Ajajaj. Az itt micsoda. Ez itt micsoda. Kamerázok, ahogy láthatjátok. Ez kinyílik? Aha, kinyílt hát. Ajajaj. Még nem figyeltem. Egy újabb dokumentum. Atya úristen, mennyit találtunk. Ez valószínű az én kezem nem jó ide. Kéne keresnem egy kezet? Az igen. Ott van valaki. Ez nem az elején lévő ember? Nem tudom, ezek annyira egyformának tűnnek. Figyeld, ebben meg már csak vér van. Jó. Nézzünk el szerintem mind a két irányba, az lesz a legjobb ötlet. Francba. És itt is el tudunk menni. Jó, szellemet nem látok most sehol. Hát nem tudom, hogy a szellem elő kéne elmenekülnöm, mert hát előbb megmentette az életemet, mondhatjuk azt. És most meg el akarja venni. Nem áll. Itt hamar felmenjünk a lépcsőn. Biztos, ami biztos, inkább magasabban legyünk. Kinyílik? Aha, ez nyitva is van. Egy újabb dokumentum, ez az! És egy elem! Hát nem tudom, hogy az elem az mennyire kell nekünk már.
Lehet, hogy aztán még nem lesz vége a játéknak itt. Aha, aha, oda kell mennünk, el kell csavarnunk ezt a cuccost. Melyik irányba? Aha, csavarod magadtól? Jó, hát elméletileg kicsavartuk. És most az a kérdés, hogy jön-e valamilyen szellem? Vagy valamilyen szörny? Aha, itt van-e? Szióka! És itt van, és jön utánam, és jön, aha, aha. Csak az a helyzet, hogy itt nekem ne kell lépcsőzni, ő neki valószínűleg nem kell legyalogolnia, vagy igen? De ő is legyalogol. Hát ez nem igaz, hát ez nem igaz. Megvárjuk. Hol vagy aranyom? Aha, ott jön a. Csukjuk rá az ajtót. Jó, és akkor most futhatunk, és akkor most futhatunk. Van egy kicsike kis előnyünk, míg átcsúszik az ajtó alatt. Ezt visszacsukjuk. Gondolom el kell mennünk a másik irányba is értelemszerűen, mert ott is láttam a túloldalt egy ajtót. Jajaj. Igaz? Szerintem igen. Aha, megyünk a másik irányba, mert itt is volt valami. Aha, oda fel kell mennünk. Nem jön a szellem? Jó kérdés, nagyon jó kérdés. Melyik irányba? Melyik irányba megyünk? Itt át kell csúsznunk. Jó, hát menjünk át. És akkor meneküljünk. Hova? Hova? Itt felfelé. És ott jön! És ott jön a szellem! És ott jön a szellem! Gyorsan, Krisztiánka, nyomd a shiftet és fussál szépen felfelé! Már nincsen olyan sok, már nincsen olyan sok a tetejék! Nem a franc nincsen, annyi van még, hogy hihetetlen! És hol tarthat a szellem? És hol tarthat vajon a szellem? Tudja, hogy ő megrepül felfelé! Vagy ő is gyalogol? Hát nem hiszem el! Nem igaz, nem igaz, nem igaz! Baszki, és most egy nagy ugrás is! És megvan, és a kamera is megmaradt! Itt van mögöttünk! Itt van mögöttünk, te jó ég! Fussá, Krisztiánka, fussá, 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 fussá! Jön mögöttünk, jön mögöttünk, jön mögöttünk, itt van mögöttünk! Megnyomjuk, megnyomjuk! És megvan, és benn vagyunk! Ennyi, ennyi, benn vagyunk. És most melyik irányba megyünk tovább? Ebbe, aha, megvan a válasz. Eléggé bevéreztett a monitor, mert valószínű a szellem eléggé nagyot belénküldhetett. Ha jól látom, erre csak egy dokumentum van, felvesszük. Bár egyet se olvastunk el még a játék során. És itt van. Megoldottuk! Ajaj. Kamera elő. Hú, gyerekek. Ez brutál. És innen hova tovább? Vegyük fel a biztonság kedvére ezt a hatodik elemünket még. Á, nem hiszem, hogy most vissza kéne gyalogolni. Tudja, hogy itt van valami, nem? Nem, ahonnan jöhetett a szellem, lehet, hogy arra kell majd visszafelé mennünk. Jaj. Aha. Jó, hát menjünk le szépen szerintem a lépcsőn. Ne csináljunk hülyeséget. Csak hol lett a szellem? Hol van a szellem? Aha. Erre megyünk visszafelé. Jajaj. Persze. Persze. Miért is ne? Miért is ne legyen ilyen sötét? Ne, ne! Kélek! Jajaj, jajaj, visszaugrunk, visszaugrunk és leestünk, ne! Elkapott a szellem! Ez mi? Ne, 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 ne! Átdobott egy másiknak! Átdobott egy másiknak! De jó ég! Ne, 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 ne! Jó, hát még... Aha, aha, ott az ajtó! Menekülünk! Menekülünk! Nem csukjuk be, nem csukjuk be! Kamerát a kézbe, és valószínű, hogy át is fogunk tudni kusszanni, na, na, és már meg is van! Nagyon jó! És akkor most megyünk le, és akkor most megyünk le itt szépen a lépcsőn! Oda kell tennünk a kis kezencskénket! Ha még egyáltalán oda lehet! Ha még egyáltalán oda lehet! És megvan! És nem jó! Aha! És most kamerázzuk az egészet! Ajaj! Ajaj! Ne! Ne! Egy újságírók vagyunk, ezt így jelezném! Aki netán elfelejtette volna már, és miket kibírunk, te jó ég! Hello? Ne, ne, ott a kameránk! Ne!
Azt a kurva! Eléggé szenvedünk, hogyha jól látom. Hol a kameránk? Hol a kameránk? Nem ám már kamera nélkül fogunk meghalni. Megvan a kamera. Te atya úristen! Get out! Ez jól hangzik! Ez jól hangzik! Csak merre kell! Csak merre kell kimenni! Azta! Nagyon-nagyon offon vagyunk! Lehet, hogy visszafelé kell mennünk? Aha, jól van. Hát ez a szellem elég rendesen kinyírt, hogyha jól látom. Nem baj, felfelé fogunk tudni menni. Tudunk felfelé menni. Nagyon, nagyon offon vagyunk, srácok. Menjél, menjél életem, menjél. Kibírod, kibírod. Jajaj, jajaj. És nincsen újunk, és nincs meg ez az újunk. Lehet, hogy túléljük. Lehet, hogy csak megszivattatok, amit írtatok a végigjátszásnál. Hát nézzétek meg, hát itt vagyunk. Hát nem ölt meg a szellem. Nagyon jó. És szép óvatosan megyünk kifelé, kamerával kezünkben. Ha így jöttünk be, így is távozzunk. És ott van az ajtó. Nem, nem bírja az emberünk. Na még egy utolsó erő. Nincsen olyan messze már az az ajtó. Nagyon nagy kitartás van bennünk, ha jól látom. Óriási. Ott az ajtó. Ajajaj. Ne, nehogy. Ne. Ne. Ne már. Bekaptunk egy golyót. Atya úristen, ne szivass már! Nem, ez nem egy golyó volt. Most tényleg meghaltunk, tényleg agyon lőttek minket. Ti is halljátok? A szellem kinyír mindenkit. A szellem valószínű kinyírt mindenkit. Hát srácok, ennyi lett volna az Outlast. Nagyon jó játék volt, azt kell, hogy mondjam. Csak az volt a baj, hogy túlságosan rövid volt. De még egyszer nem játszanám végig. Azt tuti. Nagyon-nagyon sokat féltem rajta. Hát srácok, köszönöm szépen, hogy velem együtt rettegtétek végig ezt a végigjátszást. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, írjatok kommenteket. Köszönöm még egyszer, hogy velem tartottatok. Sziasztok!